Hú, jó reggelt! Már megy a pakolászás. A többiek szerelik fel a cuccokat a bringára, én már megcsináltam, úgyhogy most gyorsan be is jelentkezek. Megkezdjük szépen lassan a hatodik napunkat. A mai napon Udine irányába vesszük a utunkat. Hát azt hiszem, hogy 100 kilométert fogunk tekerni, 200 föl, meg valami 8-900 le méter. Úgyhogy lefele, szépen lassan, elméletileg a görbe azt mutatja, hogy jó hossza, jó sokáig végig lejteni fog az út, úgyhogy ez a 100 km elméletileg nem okozhat problémát. Majd meglátjuk. Na, úgyhogy bele is csapunk a hatodik napunkba, itt az Alpokba. Megkezdtük akkor a hatodik napunkat, most egy picit visszafele megyünk, és akkor itt kikanyarodunk a főútra, és haladunk ugye Udine irányába. Nem Udinéba megy, lesz a szállásunk, de ott is valószínűleg szét fogunk nézni, hogyha majd még bírjuk energiával. Fenyveses erdőfrész. Csodálatosak ezek a hegyek. De fenomenális. Jó kis erdős, kanyargós úton jövünk. Eddig folyamatosan lefele. Remélem ez így is marad. Vannak itt más bringások is. Mi egymás. És közben ilyen csodálatos hegyek vesznek körbe minket folyamatosan. És egy autópálya megy épp a bal oldalunkon. Komolyan beépítették ide ebbe a domboldalba. Úgy látom, hogy jön egy alagút. És nagyon komolyan lejt az alagút. Ho-ho-ho! Elég durca. Kell venni a naphempát, mert semmit nem látok. Hú, eléggé hebbehupp is az út. Nagyon komoly. Kerékpárutat az egykori milleniumi vasúthelyen építették ki, ennek köszönhető, hogy ennyire lakás az egész út. Alagutak és viaduktok váltogatják egymást megszámlálhatatlan mennyiségben. Az út teljes hossza mintegy 40 km. Hát eddig fenomenális a mai út, most is egy alagúton jöttünk át éppen, és végig-végig lefele lejt. Ha minden igaz, ilyen több mint 800 métert fogunk a mai napon süllyedni, meg olyan 200 emelkedés lesz, úgyhogy többnyire ugye nyilván lefele megyünk. Azért kell a pulóver, mert most még csak ilyen 17-18 fok lehet, ugye a menet széllel meg ez még kevesebb, és az alagútban meg még annál is még hidegebb volt. De hát ez fenomenális. Közben ilyen hegyek vannak, meg itt autópálya mögöttünk, ilyen viaduktokkal, meg mi egymás, úgyhogy eddig nagyon tetszős ez az út. Még mindig lefele jövünk. Már 11 km óta. Remélem ez sokáig így kitart. Pont annyi, pont az a jó benne, hogy egy ilyen enyhe lejtő van végig. Tehát nem az, hogy az ember kapaszkodik a fékbe, meg 50-nel megy, és arra figyel, hogy éppen hol jön egy kátya, azt perecel el, hanem ilyen enyhe lejtő van, ilyen 25-30-al szépen csorgunk, lehet bámészkodni, mi egymás.
elég változatos itt a bringa út. Híd, alagút, híd, alagút, 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 híd, alagút, híd, alagút. Hát, nagyon komoly. Kettő közt meg ilyen fancy. Körül a szép látvány, végig. Ez itt elég jól néz ki. És amúgy így meleg van egyből, hogy megállok. De a menet szél meg ugye, hogy nem kell tekerni, csak folyamatosan suhanunk lefele, az ugye hideg. Úgyhogy ilyen föl a pulóvert, le a pulóvert, föl a pulóvert, le a pulóvert játékot játszok eddig egy órája kb. Na gyerünk tovább! Nem nézel le, Peti? Nem tudom. Peti kicsit tériszonyos, úgyhogy nem nagyon merje ilyen hidegről lefele nézni itt, aztán meg még át is lehet látni itt a ráncsok között, úgyhogy be van kaksítva. Az egész bicikli út, ahol most jövünk, régi vasútnak a helyére épült. Most is itt elmentünk egy vasútállomás mellett, csak olyan gyorsan áthaladtunk, hogy nem tudtam előkapni a kamerát. Úgyhogy elméletileg azért ilyen lankás, ugye, mert hogy itt a vonatnak föl kellett tudni jönnie. Hát nagyon jól kitalálták, hogy bicikli útat építenek rá a nem használt sineknek a helyére. Úgyhogy gratula, nagyon jó. Nagyon jó. Na jöttünk. Itt van a munkagép, a vasparipa, tótúr. Meg itt vagyok én is. Megcsodáljuk itt ezt a patakot, vagy folyót, vagy nem tudom mi ez. Hú, ezt meghagyták a régi hidat, és építettek középre egy modernebbet. Ahogy látom. De komoly. A régi, igazi vasúti híd. Közben itt a türkis színű folyó folyik át alattunk. Nem fenomenális. Itt lehet látni a régi vasútnak a dolgait. Hát ez valami bakterház lehetett. Itt pedig mindjárt lehet látni rendesen a régi peront. Ugyebár itt megyünk el mellette. Itt a régi peron, az pedig ott maga az állomás épülete. Úgy látom, hogy itt a többiek megálltak, mindjárt iszunk egy kávét vagy valamit, aztán haladunk tovább. Milyen jó hasznosítják a régi helyeket, ami veteményes kert. Megálltunk itt meginni egy kávét, vagyis a többiek megisznak itt egy kávét. Ez egy régi vasútállomás van átalakítva kávézónak. Baromi jól néz ki. Nagyon jól megcsinálták. Többiek ittak itt egy kávét, én pedig ettem egy energiaszeletet, és folytatjuk az utunkat tovább Udine irányába. Azt beszéltük, hogy körülbelül 20 km múlva lesz egy jó kis pizzéria, és ott eszünk egy olasz pizzát. Mint a vonat, úgy jövünk át itt ezeken a kis hidakon.
Na, úgyhogy egy 20 km múlva eszünk egy pizzát, az a lényeg, mert már kezd a héhes lenni, és már 3-4-12 van. De gondolom ezzel a többiek is így vannak. Itt lehet igazán jól látni, hogy ez egy régi vasúti sínre épült, vagy egy vasúti vágányra épült ez a bicikli út. Itt van a régi megálló, és még itt van egy régi vonat is. Ki kellett jönnünk az autóútra, mert a bicikli út le volt zárva egy szakaszon. Remélem nem sokáig jövünk itt, és visszamehetünk majd, mert itt azért annyira nem komfortos. Lehozott minket, hála az égnek, a bringa útot arról a főútról, mert nagyon diszkomfortos volt. Most bejöttünk egy ilyen kis településre, Karnia a neve ennek a helynek. És már remélem lassan ott vagyunk annál a pizzérián, mert már azért elég éhes vagyok. Igen, már 12 van. Körülbelül az órám szerint egy 2-3 kilométer múlva ott kéne legyünk. Ahhoz képest, hogy amit kinéztünk GPS-en távolságot. Hú, de jó hangulatos főutcája van ennek a településnek. Nagyon jól néz ki. Kis volt benne egy étterem. Mindjárt megállunk és kajolunk. Aha, itt is vannak a többiek. De jó kis település. Aha. Itt vagyunk most éppen Venezónéba, megálltunk egyet ebédelni, meg egy kicsit pihizünk, pizzát tettünk, mi mást is, megittunk egy kólát, és megmutatom ezt a csodálatos kis főteret. Van egy ilyen kis templom, utca az egyik irányba, másik irányba. Nagyon jól néz ki, nagyon hangulatos. Tök szépen meg van csinálva ez az egész főtér, meg ez a falunak ezen a része. Venezuela, mint már említettem. Ilyen szuper kis bolt, ilyen nagy levendula illat van, meg mi egymás. Valamilyen parfümériákat árulnak itt. És megebédeltünk, pizzát ettünk természetesen, semmi mást. Ugyanott, ahol a helyiek, pizzaszeleteket. Toltunk még el egy kólát, vagy egy sört, ki mit, meg egy kávét. És most haladunk tovább. Megyünk a szállásra, az körülbelül még egy ilyen 35 km ide. Elméletileg 2 óra, de ismerem én ezeket a 2 órákat. Lesz az 4 is. Délután 2:45, és ez itt az egy olasz falu. Sziesta idő. De konkrétan eltűntek a népek. De fullon. Tehát egy biciklis van, hát az se helyi.
az is csak turista. Megálltunk majd ennél a türkis színű folyónak a partján, amit a Tagliamentónak hívnak, ki is derítettem. Fürdeni egyet, belelógatjuk a lábunkat, meg hát itt van az olasz üvegtigris bár, ahol iszunk egy sört, vagy valami koktélt, vagy nem tudom. Meg szépen lejövünk ide, Tagliamento nevezetű folyóhoz, és megcsodáljuk. Egyszerűen ez a szín, ez nagyon komoly. Brutál jól néz ki. Aperol. Hegyi patak. Mögött a hegyek. Mi kell még? Alpok Adria. Chilleztünk, meg aperoloztunk itt a Tagliamento folyónak a partján. El voltunk itt vagy másfél órát. Nehezen is esik visszaszállni a bringára, de hát mennünk kell, úgyhogy kénytelenek vagyunk. Mert még 35 km hátra van a mai tekerésből, úgyhogy irány tovább. Közben már letértünk az aszfaltról, most a Bringa út éppen egy ilyen murvás úton hoz minket. Ami nem is baj, mert inkább itt jövünk szerintem, mint ott az autó között, nézzétek, csak milyen vasaló megy ott pont. Az nem hiányzik nekünk egyáltalán, a kaminyon. Kihozott minket a Bringa út ide a főútra, és az utolsó 25 kilométert itt kell megtegyük. Hát, mindegy, nincs mit tenni. Szuper zöld. Hú, hát ide értünk végre a szállásra, Grionsba vagyunk. 93 km volt a mai nap, főleg lefele, hála az égnek. Nagyon jó helyeken jártunk, fölöttünk a Tagliatelle, az a tészta, Tagliatelle, mindegy, folyóba. Nagyon jó fej a házi néni, van bicikliszerszámunk, olajunk, fékbovdenünk, belső, ragasztó, mi egymás, hál az égnek nem kell, csak az olaj, de nagyon jó fej, hogy készített ide nekünk ilyen dolgokat, az egész háza miénk, úgyhogy nagyon pöpec. Most gyorsan még elmegyünk boltba, nézzünk valami vacsorának valót, meg veszünk aperolt, meg tonikot, és az lesz az esti italunk. Úgyhogy ennyi volt a mai nap, holnap folytatjuk. Ciao.